Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Az agrártámogatások, illetve Sesták Miklós ügyében állást foglalt a professzorok Battyányi köre, melynek elnöke Nárai Szabó Gábor a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Miért? Miért érezték úgy, hogy most meg kell szólalniuk? Ez fontos ügy, és ezt mondom talán, hogy egy kicsit a mi saját ügyünk is, ugyanis a földalapú támogatásokról, pontosabban az általános szabályozásról, a földtörvényről jó két éve mi is nyilatkoztunk, és úgy gondoltuk, hogy a kis és közepes gazdaságokat kell támogatni ennek a törvénynek is. Hát ezt akkor a kormány is ezt mondják. Pontosan, és most ezt megtették, nem pont akkor, és volt is ezért nagy kalamajka, mindenféle vádak ez az amaz, de a kormány visszatért, és ennek nagyon örülünk, hogy következetesen visszatért ehhez a dologhoz. Csak most olyan eszközöket használ, vagy olyan eszközt használ, ami nem feltétlenül kívánatos a cél elérése szempontjából. Mi ez az eszköz? És hát ez az eszköz, ha szabad ezt így mondani, az, hogy támadható a miniszter. Várjon egy kicsit, ne zavarjon össze, most olyan szépen követtem a gondolatmenetét. Támadható a miniszter? Hát az agrártámogatások az nem Sesták, hanem... Tehát most akkor de viszont hallottam, biztos ön is hallotta a kormány szóvívőnek a nyilatkozatát pénteken, aki azt mondta, hogy az egész támadás csak azért van, mert mások mellett az agrártámogatások is sértenek bizonyos érdekeket, és ezek az érdekcsoportok most összefognak a miniszter ellen. Aha. Akkor most önök szerint Sesták áldozat, vagy pedig nagy valószínűséggel hát nem áldozat? Nem, ez egy olyan helyzet, amit meg kell oldani. Tehát mindenképpen kezelni kell, nekünk az a véleményünk. Nem lehet elmenni szó nélkül mellette, ugyanis legalábbis számunkra ezek az értékek, amik itt kockán forognak, rendkívül fontosak, és hát ezek azért a további működéssel kapcsolatban is jelentősek. Na akkor kezdjük még egyszer, agrártámogatások. Önök is azt gondolják, hogy a kis és családi vállalkozásokat nagyobb mértékben jobban kellene támogatni, átszervezni gazdaságot. És nem csak arról van szó, hogy most egyiktől vegyünk el pénzt, azt adjuk oda. Hát gyakorlatilag erről a mostani kormányintézkedés erről szól, de azért ez annál bonyolult a probléma. És itt ugye, akiknek az érdeke sérül, azok a jelenlegi nagy birtokosok. A kormány szóvivő arra utalt, hogy például rezsicsökkentés, agrártámogatások, hogy aki nem most az érdeke sérült, az elkezdte támadni Sesták Miklóst. Ön szerint most akkor kezdjük az agrártámogatásoknál, az jó döntés, hogy a kormány most így döntött, hogy a nagyoktól elvesz, és azt odaadja a kicsiknek? Jó, nem vesz el, csak nem ad nekik annyit. Tehát nekem van egy táblázatom. Most képzelj el, hogyha én lennék az ön munkáltatója, és azt mondom, nem veszem el a fizetése 20%-át, csak nem adok 100-at, hanem 80-at. De tudja, mennyit kaptak? 2011-ben a 6 legnagyobb gazdaság földalapú támogatásként 3 milliárd forintot tett el. És tudja, hány embert foglalkoztatnak? Keveset. Néhány százat, vagy esetleg ugye a nyilatkozatok szerint, mit mondtak, 12 000-et, vagy ilyesmit. A mezőgazdaság és általában a vidék az 750-800 000 embert jelent, az ő megélhetésüket kell biztosítani. De itt a szakmai szervezetek ilyen több tízezer fős elbocsátásról, tehát maradnak, de több tízezer fős elbocsátásokról beszélnek. Nem lehet több tízezer főt elbocsátani, mert mondom, hogy az összes alkalmazotti létszám sem éri el ezt a számot. Elbocsátanak mondjuk 10%-ot, akkor 3-4 000 embernek kell menni, de az jól tudott dolog, hogy a versenyképesség nem csak a mezőgazdaságban, de ott különösen attól függ, hogy minél kevesebb emberrel művelünk meg, minél nagyobb földterületet. Akkor, ha most jól értem, önök a kormány mostani döntését, hogy a nagyoktól elvesznek valamennyit, és azt odaadják a kicsiknek, azt támogatják, hiszen évekkel ezelőtt is már erről írtak. Viszont itt a közleményben arra utalnak, és hisznek a kormány szóvivőnek, hogy emiatt támadják Sestákot. Önök olyanról írnak, hogy az erős emberek magánérdeke befolyásolhatja nem csak a sajtó véleményt, hanem a mindenkori kormánypolitikát is. Hát ezt nevezik komplett maffia államnak, amikor a saját érdekek, saját gazdasági érdekek annyira erősek, hogy azok a kormány döntéseit befolyásolhatják, hát és még plusz a sajtó érdekek. Sajnos az a baj, hogy mindenütt így van a világon, mert nem mondjak mást, a demokrácia fellegvárában, Amerikában is ugye lobbycsoportok vannak bejegyezve, amelyek mind a két pártot befolyásolják annak érdekében, hogy olyan törvényeket hozzanak meg, ami nekik kedvez. A lobby meg a maffia nem ugyanaz. Na de ez sem maffia, miért lenne ez maffia?
Hát attól függ, hogy a saját érdekem, vagy pedig egy úgy cég érdeke, hogy társadalmi, gazdasági érdek, tehát azért az sok-sok embernek az érdeke, vagy pedig azért magánvagyonom gyarapodjon ebből, és a családom. A lobbit általában kevés ember finanszírozza. Van persze olyan szervezet, ami képes egy lobby csoportot finanszírozni, hogy támogassák az elképzeléseiket a parlamentekben, de nem ez a jellemző. Itt most Simicskáról, Nyergesről és Csányiról van szó? Hagyj ne mondjak neveket. Hát. Én mondtam. Ön szerint róluk van szó? Így van. Akkor ő érdekük most sérül, kevesebb pénzt kapnak, bár azt azért mindannyian tudjuk, hogy jól működő gazdaságokat visznek, tehát ha még a kevesebb pénzt kapnak, akkor sem fog csődbe menni az ő gazdaságuk, viszont tényleg a munkaerő az veszélyben lehet, tehát hogy nem lesz szükség annyi emberre, illetve nem lesz szükség annyi földre, az pedig megint a kis embereket sújtja, hiszen ezeknek a nagy gazdaságoknak a kis emberek, jellemzően kis emberek adták bérletként oda bérbe a földjeiket. Ha nem kapnak támogatást, akkor sok kevesebb földet fognak majd bérelni. Hát nem tudom, hogy minden bérletben van-e, vagy hogyan működik ez a dolog, de főleg azt hiszem hát tulajdonban meg nem vehették. De viszont a bérleti díj az is egy kérdés, hogy mennyit adnak a földért, és hogyha maga műveli, akkor mennyit tud abból kihozni. Tehát ez egy eléggé összetett játék. Hát az igaza van, de most gondoljam bele, hogy valaki mondjuk kárpotláskor már elég idősen visszakapott egy nagyobb méretű földet, már úgy nagyobb, hogy ő egymagának az nagy lenne megdolgozni, a gyerekek már nem élnek ott, ők se akarják bérbe adja. Ez egy komoly jövedelem lehet, de ő azt nem tudná megdolgozni, hiszen gépeket kellene venni, iszonyú beruházás lenne, és mondjuk a ereje sincs már meg hozzá kora alapján. És ilyenből, ilyen típusú kvázi gazdából, inkább azt mondom, földtulajdonosból nagyon sok van. Igen, ebben de az nem ilyenekre gondolunk, hanem olyanokra, akik meg tudják művelni a földet. Nagyon sokan vannak, hát voltak feszültségek ugye 2 évvel ezelőtt amiatt, mert nem tudták ezek megvásárolni a földeket a különböző árveréseken. Azok életerős gazdák, akik igyekeznek minél többet kivenni. Hát az állami földeknek a bérbeadásakor voltak komoly konfliktusok, mert nagyon sokan szerettek volna évtizedek óta mondjuk ott helyben gazdálkodók ott maradni, aztán jöttek máshonnan ismeretlenek. Ez bizonyítja azt, hogy vannak emberek, akik meg tudják művelni, és átveszik az idősebbektől a munkát. És ön szerint mondjuk Simicska, Nyerges vagy Csányi ilyen erős emberek, hogy most irányítják itt a fél sajtót, felkutatják, seszták ilyen-olyan ügyeit, tehát hogyha az ő érdekük sérül, akkor bárkit ki tudnak nyírni a hát kormányban? Hát nem mondanám, ez tulajdonképpen mindenütt így megy, hogy mindenki ugye igyekszik az érdekeit védeni, törvényes eszközökkel, azért ezek törvényes eszközök, mind amiket látunk. Csak az a helyzet, hogy el kell dönteni, és állást kell foglalni, hogy akkor most mit csinálunk. Én mindig a kompromisszumok barátja vagyok, tehát azt remélem, hogy most is lehet valamit találni. Hát akkor kíváncsiak, hogy most kompromisszumbarátként ön szerint mi a kompromisszum, hiszen eddig, amiről beszéltünk, seszták egy áldozat. Hiszen őt találták legsebezhetőbbnek, vagy az ő posztja fája legjobban ugyanannak a körnek, amely kör most az agrártámogatások csökkentésében is érintett, ugye Simicskáról beszélünk, és mondjuk ő elkezdi támadni Sesztákot. Hogyha Sesztákot nem lehetne támadni, akkor Simicska Lajos fejen is állhatna, akkor se tudná támadni. Akkor Sesztánk milyen áldozat? Hát ezt nem egészen értem, hát akkor nem lehetne támadni, nehezebb lenne az egész ügy. Tehát akkor fogást találtak rajta. Erről van szó. Tehát akkor az áldozatunk nem is áldozat. Azt nem mondtuk, hogy áldozat. Én mondtam, tehát akkor nem áldozat. Akit eddig én áldozatnak tituláltam, ő nem az. Nem áldozat, ez egy olyan helyzet, ami kialakult, ami nem kívánatos. Tehát ez sokféle megoldás van, és most ebben nem akarunk belebeszélni, hogy személyi ügyekben mit tegyen a kormány vagy a kormányfő, mert az nem a mi dolgunk. Tehát abban a hibában nem esnénk vele, hogy javasoljuk neki, hogy ezt meg azt nevezze ki. De többféle megoldás lehetséges. Mondjon egyet. Én mondok egyet, például, hogy ezeket az izgalmas ügyeket nem rászignálják. És ebben az esetben az egész támadás értelmét veszíti. Már milyen izgalmas ügyeket? Hát például azt, hogy most ő neki nem kell olyan ügyekkel foglalkozni, mint például pont a föld alapú támogatással nem ő foglalkozik, hanem az agrárminiszter. De vannak mások, amelyek esetleg ugyanúgy rezsicsökkentés vagy ilyesmi, amelyik ugyanúgy érinthetik, és ott is lehetnek érdekellentétek. Hát a rezsicsökkentés az miért érdekelné mondjuk egy Simicskát? Hát ezt érinteni? Most tényleg tudom megmondani, én csak a kormány szóvivőnek a nyilatkozatából veszek. A részleteket nem ismerem, de
de csak arra akarok utalni, hogy nem kell feltétlen egy embert feláldozni, hogyha megtaláljuk a megoldást arra, hogy hogyan képviselje jól. De ez nem jó megoldás, hogyha most őt az agrártámogatások miatt támadják, már pedig ezt találjuk meg támadási okként, valószínűsíthető okként, az éppen nem hozzátartozik, akkor miről mondjon le szegény Sesták? Hát ha nem is ő rendelkezik az agrártámogatások felé, még csak nem is az agrárminiszter, hanem ugye uniós pénzekről van szó, hogy Lázár János. Van egy másik ügy, ami lehet, hogy elő se jött, például ez a bizonyos építőipari büntetés, ami az unió részéről fenyeget, és ezt elmondta a kormány, nem tudom, talán Lázár János volt az, aki határozottan kiállt amellett, hogy ezt a büntetést azokra a cégekre kell terhelni, amelyek annak idején a komoly megbízásokat súlyos profittal. Ez is érintheti a Simicska cégbirodalmat. Ki tudja. Hát, hogy útfelújításban érdekelt volt, és az is mind a mai napig az kész tény, tehát az nem találgatás. Tehát ez érintheti Simicska Lajos cégeit. Akkor ezt, ugye Lázár János nyilatkozott erről, de akkor ezt vegyük el Sestáktól, hogy ne legyen konfrontáció? Hát mondjuk. Mondjuk. Aztán, hogy ez megoldása vagy nem, azt megint csak nem nekem kell eldönteni. Mi itt az úgynevezett kritikai realizmust gyakoroljuk, felhívjuk a figyelmet a problémákra, és várjuk a megoldást. Kritikai realizmus? Ez inkább szürrealizmus, hiszen most tehát a sorok között olvasunk, az önök sorai között, és eljutottunk odáig, hogy hát itt iszonyú mennyiségű pénzekről van szó, egy rossz kialakult helyzetről van szó, de akkor oldjuk már meg úgy, hogy ne ő legyen az, aki ad, és akkor nem támadják. Hát de az okokról beszéljünk, vagy az valós kérdésekről. Túl sokat kapott a Simicska? Miért kapott ilyen túl sokat? Azért, ahogy fogalmaznak, mert erős emberek magánérdeke befolyásolhatja nem csak a sajtó, hanem mindenkori kormánypolitikát is. Én befolyásolta a kormány. És itt van Sesták, akit én az elején még azt gondoltam, hogy áldozat tekintünk, de nem. Hát 700 céget csak úgy egyszer, tehát úgy nem lehet bejegyezni, vagy ellenjegyezni, hogy nem veszem észre, hogy a többi ügyről nem is beszéljek. Tehát akkor ő se ártatlan, akkor neki is van vaj a fején, akkor most hát az a megoldás, hogy őket válasszuk szét, mint az iskolába, te ülj előre, fiam, te meg hátra a padsorban, hogy ne legyen konfliktus. Hát volt ilyen is. Mondom, a megoldás nem tudom pontosan, ráadásul nem is a mi feladatunk ilyen konkrét megoldást javasolni. Akkor mit akarnak önök? Fölhívni a figyelmet erre a problémára. Arra, hogy a Batthyány kör is, amelyik egyértelműen támogatja a kormányt, és úgy gondoljuk, hogy jó irányba megyünk, most már 5. éve, ezt az egy konkrét esetet nem tartja megfelelőnek. Hát akkor mi nem fogalmaznak ilyen teljesen napnál is világosabban, hogy mindenkit felszólítunk, hogy magán, illetve cég, saját érdekek alapján ne akarja befolyásolni a kormányt, ne akarjon több pénzt hazavinni, leakasztani, ne adj Isten ellopni, és mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy aki miniszteri pozícióra, vagy államtitkári pozícióra törekszik, az bizony ne jegyezgessen ellen ilyen-olyan cégeket, offshore gyanúban ne keveredjen, mert a senkinek nem tesz jót. Akkor így érteném, hogy mit akarnak. Megteszed fogalmazni helyettünk. Van tagfelvétel? Hát, majd megbeszéljük. Hát közleményeket szívesen írok akkor ezek szerint. De akkor jól foglaltam ezt, hogy ez lenne a probléma, vagy a igazi megoldás, nem szétültetni az ellen érdekelteket, hanem az lenne jó, hogyha nem is keverednének ilyenbe. Ez egy kicsit, elnézést, kicsit iskolás lenne a részünkről, de tulajdonképpen az a lényeg, amit tetszett mondani. Hát itt mindenki idézgette, hogy amikor megszólaltak, például Schmidt Pál ügyében, 2 nappal később Schmidt Pál lemondott, hogy most aztán az önök megszólalásának mekkora köze volt ehhez, azt persze nem tudjuk így utólag, ha csak ön nem tudja, mondjuk egy szóbeli elmesélés alapján, de mire számít, hogy a mostani közlemények után történik valami? Hát ez jó kérdés, én azért bízom benne, hogy történik, nem feltétlen látványosan, mert nem is az a célunk, hogy egy látványos botrányt csináljunk, hanem elgondolkodnak. Hát most már van, igen, de hát ez tőlük független is lett volna, hanem elgondolkodnak a döntéshozók, és ez elég. Nekünk ez elég. Sesták Miklósnak le kéne mondania? Önök szerint? Ezt most nem tudom megmondani. Ha én az ő helyében lennék, persze akkor nem is neveztek volna ki már eleve miniszternek, úgyhogy talán egy akadémikus kérdés. Nem olyan biztos. Még egy pár ilyen jó közlemény, aztán akár az is lehet. Szóval, hát ez egy nehéz kérdés, ezt neki kell eldönteni. És Simicska Lajosnak mit kéne tennie? Hát
nem tesz semmi más, csak azt, amit megengednek neki a törvények, a jogszabályok és a lehetőségek. Úgyhogy szerintem ugyanúgy dolgozom addig, mint eddig. Ki a tanárbácsi, aki rendet rakhat? Az én példámon elmaradva és azt folytatva. Hát most itt nyilván a miniszterelnök az első, de nem csak ő, mert azért van egy kormány, meg vannak különböző komoly harcostársak, ha szabad így mondanom, tanácsadók is, tehát itt én abban bízom, hogy ezek össze fogják dugni a fejüket, szerintem már most is összedugták a fejüket, és gondolkodnak, és keresnek megoldást. Hát így legyen, hogyha megszületik a megoldás, azt meg elmondjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.